Na, sziasztok gyerekek! Szia, Mami! Sziasztok! Minden a Mami konyhájával üdvözlünk titeket! Üdvözlök Na, mindenkit! Mai ebéd, Mami? Hát a mai ebéd egy palócleves, és egy varga béles, ahogy picit másképpen, ahogy én készítem. De mindent fogok mutatni. Egy picit előre dolgoztam. Ez egy ennyi kacsazsír, egy nagy fej hagyma, és akkor ezt lepirítsuk. Hát hasonló olyan, mint a gulyásleves, az alap ugyanaz egyébként, csak ugye ez tejföllel készül, picit savanykás, de egyébként az alap ugyanaz. Na, én elkészítettem a zöldségeket, ebben van kettő fej paradicsom, egy pritapnin paprika, egy hegyes erős paprika, de ezt picit kivágtam, mert erős. Nagyon erős, kettő szál piros paprika, kettő szál sárgarépa, nem szabad annyira túl zöldségelni, kettő mindegyikből elég, mert ez egy nagyon tartalmas leves. És ugye itt a zöld babunk hozzá. Na, mutatom a húsikát. Nekem ebbe van comb oldalas. Hát ugye a recept szerint ez marha húsból, vagy bárány húsból. Elvileg abból van. Elvileg abból készülne bárány, vagy marha hús. De hát most nekem nincsen, de egyébként tényleg lehet mindenféle húsból. Hallottam már, aki csirkéből is készítette. Hát ez egy nagyon zamatos kis oldalas comb, úgyhogy én általában ebből szoktam készíteni. És nagyon finom. Na, így üvegesre lepárolom a hagymát. És akkor ilyenkor rögtön mehet. Hát ez úgy néz ki, mint egy lecsósalak. Ja, igen, igen. Ugye ebben mindjárt mehet bele a két paradicsom, egy vitamin paprika, egy hegyes erős. És hegyes erős. És akkor ezt is jó ízre pirítom. Van nekem itt új hagymám, én ezt csak így beledobom, mert ez nagyon jó kis zsenge, ez jó kis ízt fog neki adni. Sózom, és akkor van nekem itt fokhagymám, a mindegy itt van benne összevágva, majd egy picit hagyom, hogy ez párolódjon, és akkor megy a húsi, a zöldség, együtt lepárolom. Oda jöjjöttem, tényleg ilyen lecsó illat. Igen, hát ez egy lecsó alap egyébként, gulyásleves is így indul. Ja. Teszünk bele sót, és akkor ezt hagyom. Ezzel olyan nagyon sok dolgunk nincsen. Majd amikor már teljesen így lepirult, akkor beleteszem a húst, a zöldséget egyszerre, és akkor hagyom, hogy felforjon, és akkor takarékra veszem. És akkor egy olyan 70-80 percet biztos, hogy fog, de lehet, hogy kevesebbet. Nekem ilyen zöld babom van. Hát ezt most vettem a fagyasztóból. Még ez egy picit fagyott. Papa hozta, de nem olyat hozott, amit én szerettem volna, de... Mindegy. Mindegy. Célnak megfelel. Na, és akkor fogom mutatni, most egyelőre csak ezzel foglalkozok, és akkor mutatom a varga bélest. Hát én egy picit eltérek a hagyományostól, de hát mindenki úgy készíti, ahogy szereti. Na. Nekem ez egy fél kiló túró, egy fél kiló túró, ebben még se cukor, semmiféle ízesítő nincsen, és van egy ilyen házi cérna metéltem. Na most én ugye a boltit, ezt a nagyon vékonyat ne vegyétek,
mert ez a nagyon vékony, annyira nem jó, ez nagyon-nagyon összeterük, ugye főzésnél is nagyon apróra szét tud főni, az nem jó. Hát én piacon veszem, ez egy házi cénametén. Na, próbáljátok házit venni, de látszik is, hogy kicsit vastagabb. Igen, boltokban is vannak már jobb minőségiek, de ezt a vékonyat ne vegyétek, mert nem lesz olyan. Hát én ezt a felét fogom felhasználni, mert fél kiló túróhoz, ezt én úgy gondolom, hogy ez sok. Ez egy olyan 25 deka, 30 deka lehet, és akkor ennek pont a felét. Na mindjárt teszek föl vizet, és akkor én ezt kifőzöm. Amúgy jól vagy, ma sokan kérdeznek a live-okba. Hát jó vagyok, köszönöm szépen, majd megtanulom, hogy egyedül is legalább annyit, hogy beszélgetni. Hát a főzés az annyira nem tudom egyedül. Lábad? Hogy áll? Hát... Jó, hogy gyulogat? Sehol. Ilyen olyan, de abszolút nem gyógyul. Visszahúzódik egy kicsit, aztán hogyan az egész. Akkor felteszem a cérnametéltnek a vizet, de nem szabad túl főzni. Forrástól maximum egy 2-3 percet szabad főzni, mert ugye ez úgy sütve lesz, és ugye edénybe összerakunk mindent, és ott is picit törni fog azért. Na. Amikor így szépen így ez egész egy kicsit összeesett, akkor jövök a husival. Ezt megmostam, de még azért egyszer átmosom. Jaj, nem kapcsoltam. Na, jön bele ilyenkor a husi. Hát én ma nem voltam sehol, abból főzök, ami itthon van. Úgyhogy volt húsom. Mindenféle volt itthon. Én ezt terveztem. Hát ez egy nagyon jó kis leves. Na. És akkor ilyenkor teszem a zöldséget. 200 fehér, 200 sárga. Igen, más zöldséget én már ebbe nem teszem. Ebbe volt a fokhagyma, ugye? Ebbe volt a fokhagyma. Na, ilyenkor én, ugye jönnek a fűszerek. Ebbe fog menni babérlevél, de a babérlevelet majd a legvégén fogom beletenni. Aki nagyon szereti a ilyen fűszer, az amit az uborkába is tesznek nyáron. Kapor? Kapor, igen. Ebbe kapor? Igen, igen. Nagyon, én nagyon szeretem kaprosan is. Na, teszek rá bőven piros paprikát. Így. Itt erős az hagyma. Só. Itt is ott tettem, hogy ugye fonnyadjon a zöldség, de azért pótolom. Fokhagyma benne van. Borsból is jöhet bőven. És majd a végén ugye a habarás, de azt már sokan láttátok tőlem. Nagyon merül az ellen. Mindegy, majd nézek borsot. És akkor ezt így jó összekeverjük, mert már kezd merülni az ellen. Ilyen szép kis tartalmas leves, hasonló, mint a gulyás, de azért mégis eltér. Ilyenkor én ezt hagyom, hogy így
totyogjon. És akkor majd én ezt fel fogom önteni meleg vízzel, de egyelőre egy olyan 10-15 percet hagyjuk, hogy minden így párolódjon. Na most nekünk már ugye ezzel a levessel egyébként más dologunk nincsen, majd csak a végén a krumplit meg a tejfölös habarást fogom. Ja, akkor a ízet is kifőzöm? A cénametéttel jövök. Jó, gyerekek, de akkor... ezt hátra teszem szerintem, vagy már mindegy. Most már mindegy szerintem. Na. Na jó van, kifőzzük a tésztát. Nem, aztán... hát azért mutatom, most jön ja, a tojással. Jól van, azt hittem, hogy... közben ugye az főhet, és akkor mutatom a tojást. Négy tojással. Nekem ehhez a mennyiséghez a négy tojás bőven elég. Sárgáját külön, fehérjét is külön. És akkor ugye vaníliacukor, citromhéj, és akkor egy nagyobb keverőtálba fogunk mindent rakni. Ilyen nagy keverőtál. Mert ugye ebbe fog minden jönni, de egyelőre most még ez nem kell. Majd mindjárt teszem a zöld babot is bele. Megint tényleg nagyon sok lesz. Na mindegy, nem főzök hónap. Én így szoktam, hogy mostanában már azért nem főzögetek minden. Ha meg kettőtök meg. Ja. Cseszitek meg. Na és akkor én még ezt még mindig hagyom, hogy ugye ezzel is külön párolódjon. Így, és akkor jövök a tojásokkal. Már az egész tálam el van itt foglalva. Jövök a tojásokkal. Szétválasztok négy darab tojást, ebbe megy a sárgája. Habbá keverni? Persze. Sárgáját is ki fogom habosítani cukor, vaníliacukorral. Hát ugye, ahol nagyobb a család, akkor egy ilyen tésztát bőven, akkor több tojás. Hát dupla, nem? Hát igen, de most nekünk ez a négy tojás, ez mennyiséghez pont elég. Ezt is külön kell fölverni, ezt is, sárgáját. Na, ennyi a tojáska. Segítsek fölverjem. Mindjárt kész lesz a tészta, és akkor én azt egy picit lehűtöm a tésztát. Azért egy pici, hát olvasztott vajjal majd. De hát most előre nem akarok semmit. Ugye jobb, ha mutatom. Na persze, túl is mutassam. Mindent mutatni fogok. Na, várom, hogy ez fölforjon. És akkor már nekem itt a tepsim. Hát ez egy új tepsi, még én ezt nem használtam most. A papírokat nem fog égni a hátulján a papír? Hát tényleg. Uh-huh.
Meg kell áztatni valami. Az hagyjam le. Úgy áztatva, és akkor hagyjál. Írokat köszönöm rá. Hagyjad még egy kicsit. Ja. Na, hozom a tejfölt. Jó. Kettő. Hát ugye megy egy a levesbe, egy ja, ilyen filteres. Ez ilyen háromnegyedig van, ez fog menni a túróba. Turaóba. Turaóba hozom vanília cukrot. Mazsola. Mazsola is van, tehetünk bele. Hát itt vannak a fűszereim. Akkor a tojásba fog menni cukor. Melyikbe? Sárgájába? Sárgájába fog menni cukor, és akkor én ezt kihabosítom. Kettő. Hát ilyen hármat gondoltam, de majd kóstolunk. És akkor ezt fogom kihabosítani a cukorral. Nagyon gyerekek, megcsinálom. Veszem a gépet, és akkor... Vedd el a gépet, én megcsinálom, és akkor jövünk vissza. Na gyerekek. Na. Csináltam. Itt a tojás sárgája, ki lett habosítva. Lássátok-e, milyen gyors vagyok? Itt a fehérje, Zoltán nagyon ügyes. Na. Ennek a felét a szeretném. Forma üdecske. Próbálom. Így, nehogy ez így egybe maradjon. Ja, így egybe kell. Hát úgy is fog törni, mert ugye kavarom, keverem, és az törik. Na, pici sót rakok bele. Ez nagyon jó minőségű tészta. Látszik is. Szeretem. Látszik. Na, pici sót. Igen. És akkor nem sokat kell főzni, nem szabad összetörni. Azt teszem egy zacsiba, és akkor legközelebb egy leveskéhez, jó? Ja. Idő, elég jó idő van a képet. Hát, hogy... mondja a hétre, hogy jobb idő lesz. Holnap már állítólag 25 fok. Hát, ma is 18 fokot mondott, hát még annyi szerintem nincsen. Na de... Várjuk a tavaszt. Hát elvileg már kifeszül. Mi hamar lesz fő? Ez nagyon hamas, nézd meg milyen szép. Tényleg gyors. Na megnézzük a leveskét, mert azóta így várolódik, pótoltam a borsot. Nagyon szép. Finom illata van ennek a babnak. Sokkal jobb, mint a sárga. Na. És akkor én már ilyenkor el fogom önteni vízzel. De jól néz ki! Meleg vízzel öntött? Aha. És akkor hagyom, hogy egyszer fölforjon. És akkor szépen takarékon. Ez
egy picit fogok beletenni. Hát ugye majd még ez ugye több lesz, mert jön bele a tejföl. Hát egy ilyen fél literes tejfölt fogok beletenni. És akkor várok mindenkit szeretettel itt a nyedébre. Ennyi. Ilyen finom kis leveske. Ez tényleg nagyon tartalmas egyébként még. Csak így magában is, ha az ember csak egy ilyet főz, akkor is nagyon finom. Na, és akkor egyet maradok rajta, és akkor én ezt takarékra leveszem. Na, kész a metél. Ezt ki is kapcsolom. Egy pár perc. No, és akkor én ezt mindjárt teszem a keverőtálba, ilyen nagyba. Csak elsősorban én ezt leszűröm. Fogok egy ilyen szűrőt, és akkor ezt leszűröm. De picit így át is mosom. Ennyire, jól lecsöpögtetem. Aha. Hé, látod, mennyi lett egy fél csomagból? Ja. Ez pont, ez a mennyiség, ez szerintem. Innen mindjárt én olvasztok egy pici vajat, és akkor én a tésztát megmajazom. Csak elpakolok, mert nagyon sok itt a edény. Mindegy, margarin, haj, ami van otthon nektek. Ki, gyere rá? Majd igen. Veszek egy ilyen spórolós kanalat. Nem kapcsoltad valamit róla? Jó, de hülye vagyok. Hát elég lesz a kisebb tepsi szerintem. Ja. Na jó, mert ugye ezek is sok. De szerintem az túl nagy ez a tepsi, nem? Igen, igen. Fogom beletenni a túróba. Csak előbb megvárom, hogy egy picit ez a vaj. Ez azért fontos, hogy ilyenkor a tészta nem fog összeragadni. Ennyi, és akkor a többit majd a tepsit is ki fogom kenni. Na, már jobb lett az állaga, ja, nem csomós, nem ragad. Így ennyi, na most ezt én félreteszem, és akkor jön ide a kihabosított óróba, és akkor rögtön teszem át a tésztát. Azért jó ez a kanál, ebben minden cseppet kiszedhetünk bele. Ez nagyon, tényleg nagyon jó. És akkor teszek ebbe bele tejfölt. Hát ez egy fél, egy ilyen fél literes tejfölnek a fele. Ezt így kikeverem.
És akkor jöhet bele a tészta. Egyszerű, nagyszerű. Gyönyörű sárga ez a tészta. Szeretném, de. Ez már annyira, majd a fehér tojás fehérjét. Ezzel még bőven lehet így nagy vonalakba kavarni. Lehet pótolni kell a cukrot, mert ugye ebbe ideálig csak 3 evőkanál cukrot raktam. Ja, az is olyan sárgájában volt. Igen, na most innen jön az a része, hogy ugye ki mit szeret. Ugye már tőlem megszokhattátok a vanília és a citrom, az elengedhetetlen. Én majdnem minden sütibe használom ezeket. Úgyhogy bőven citromhéjat, ne sajnáljátok. Ez nagyon-nagyon jó benne. Már így finom az illata. Igen. Hát ezeket már most én elhasználom, mert ezekben nem sok van. Ez vanília paszta. Citrom. Ez citrom paszta, de már csak azért fogom, mert ugye nem sok volt benne, hogy el tudjam használni. Teszek bele ilyen vaníliát, ez ilyen sűrítmény. Így, és akkor összekeverem. Na, ilyenkor van az, hogy itt kóstolni, mert azért nem szeretném, hogy nagyon édes lenne. Mert ugye pici porcukor. Hát egy cukor nem sok van benne. Hát nem, azért mondom. Ezt még jó kikeverjük, mert vannak olyan részek, ahol itt a túró. Ezt ilyen szépen kikeverjük. Na, és kapcsolom a sütőt. Hát most egyelőre olyan 180-ra fogom tenni. Jön egy kóstolás, milyen édes. Na? Hát egy pici cukor kell, nem sok. Hol cukrot raktál? Na most ezt a maradékokat elhasználom. Hagyok a tetejére ilyen szórásra. És akkor egy ilyen vanília pudingnak a felét én belerakom. Így, és akkor ezzel is jó kikeverem. Hát jobb ez a főzős. Hát ez azért jó benne, mert ez fog egy tartást adni neki. Nem fog szétcsúszni. Hát meg ugye állaga, ízbe is. Na most. Én már ezt így is megenném. Nagyon fincsi lett. Na jön a fehérje,
Hát én most ezzel úgy vagyok, hogy mindig csak egy ilyen kanyálnyit rakok bele, hogy azért megpróbálom, hogy így ne törjön össze. Ilyen kis laza mozdulatokkal, ilyen mindig alulról fölfelé kavarjuk. Ez ilyen felhős vargabéles, piroska néni módra. Felhős. Az a neve, hogy felhős vargabéles. Mintha az felhők. Olyan lágy. Lágy, igen. Hát nézd, annyi minden van ebben, hogy tényleg ezt már így meg lehetne enni. Ja, ez már biztos rossz nem lehet. Itt van a vargának a bele. Én szoktam ehhez ilyen, ha van itthon ilyen fagyasztott gyümölcsöm, egy ilyen mártást készíteni mellé. De most szegény piroska néni, nincs neki ilyen. Na. Az nem baj, hogyha ilyen picit maradnak benne ilyen fehér darabok. Az csak jót fog neki tenni, de ne törjük. És akkor jövök azzal a résszel, amikor én azt mondtam, hogy picit másképp. Na, most jön a csavar. Most jön a csavar. Na, lássuk akkor. Csak egy kicsit elpakolok. Hozom a kisebb tepsimet, mert én úgy gondolom, az hát nagyon igen, nagy. Az nagy, igen. Talán az egész tésztához lett volna. Hát igen. Úgyhogy. Na, jön ez a régi tepsi, ez retro, ez körülbelül 30 éves, de nagyon szeretem. Kivajazom a tepsit. Hát nem nagyon, mert én erre leveles tésztát fogok az aljára, de azért kikenem. Most nekem van egy ilyen leveles tésztám, de egyébként lehet rétes tészta is. Na, én előre dolgoztam egy picit. Ez leveles tészta, ez fog az alja lenni, és a teteje. Ezt amilyen vékonyra ki tudjátok nyújtani, olyan vékonyra nyújtsátok, és akkor vannak ilyen részek, amik így nem olyan szépek. Ezt így levágom, így, és akkor megpróbálom így elfelezni a két tésztát, és akkor rögtön jön az alja. De mondom, hogy egyébként rétes lappal is lehet, de ugye a lapokat... Ez a boltokban, az a leveles tészta. Boltokban. Ez igen, ez bolti leveles tészta. Na, azt kinyújtsátok, gyerekek, és akkor... Egyébként lehet rétes lap, akkor azt ugye vajazni, és akkor minden réteget vajazni, 3-4 réteg, és ugyanúgy a teteje. Na most erre jön nekem ez a massza. Így mindent bele. Ami van. Ez tényleg ilyen nagyon gyors kis ebéd. Nem kell vele foglalkozni, a leves az fő. Ja. És akkor utána lehet egy picit kávészünetet tartani. Oha. Elmosogatni. Inkább. Na, szépen, egyenletesen, hogy mindenhova jusson. Szépen mindenhova. Szépen eloszlassuk. Így. Sarkokba is jusson, mert az is egy szelet.
Úgy látom, hogy itt magasabb a teteje, akkor itt szépen el lehet húzni, hogy itt is bőven legyen. Na. És akkor jövök a tetővel. Remélem, hogy naponta. Pont jó. És akkor jöhet rá tojás sárgája letenni, vagy vajjal, ki mit szeret. De most így? Persze, és akkor innentől kezdve mehet a sütőbe. Na. Sütési idő körülbelül? Hát egy olyan 30-35 perc kell neki, de hát most én takarékon fogom. De hát egyébként olyan, majd meglátom, hogy mert ha tojást ráteszem, érted, akkor nagyon gyorsan megkapja. Hát azt mondtam, azért gondoltam. Azért akarom én takarékon, hozok egy tojást. És ez a maradék tészta? Besütött neked ilyen mindig. Jó, virslisét. Virslis mesét. Na itt a tojás, ha letenem a tetejét. És ha jól dolgoztunk, akkor ezt nagyon szépen lehet majd szeletelni. Csak ugye ennek is az a lényege, hogy azért kihűljön. Hát igen. Mert ugye... Amit nem nagyon szeretünk megvárni. Videóba csinálom, és akkor ugye sok idő telne el. Ugye sose várom meg, hogy a sütik kihűljönek. Majd megpróbálom egy picit azért kitenni az erkélyre. Na és akkor lehet ezt ugye, mondtam is, hogy bármilyen, hát nekem házi lekvárom van itthon, ezt lehet nagyon szépen tálalni mellé, vagy aki csak így szereti, vagy lehet egy ilyen sodót hozzáfőzni, én nagyon szeretem azzal, lehet, hogy fogok is majd. Elég tartalmas. Hát én így szeretem, hát most... Adjuk meg a módját, hát ha csinálunk valamit. Ez igaz. Na. Egy kicsit a szoliba tesszük. Na, megnyírjuk a leveskét. Milyen állapotban van. Na, lessünk rá a leveskét. Hú. Na, takarék. Négyes. Úgy, de jó illattam van. Gyerekek. Már csorog a nyálam. A papa pont ebédre fog hazni. Hát igen. Így. Három óra tájéken. És akkor hagyom addig, ameddig a hús megpohul. Picit azért kóstolok. Finom. Fincse. Érezni ennek a babokka friss ízét, mint a most lett volna leszedve. Na jól van, nekünk szerintem más dolgunk nincs. Csak mosogatni. Kis rendrakás, mosogatás, aztán várjuk itt a további fejleményeket, gyerekek, úgyhogy jövünk vissza. Na gyerekek, hát ez már kész is van a sütikénk. Na. Ez körülbelül fél volt. Igen, és én ezt takarékon sütöttem 180-on. Ugye nem szabad ilyen magas hőfokon sütni, mert ugye tojással van a teteje kikelve, és ropogós, yeah. A belseje krémes lett, ezt egy picit azért úgy kihűtöm,
Mit teszünk az erkélyre? Isten fogok rászórni egy pici cukrot. Ugye ebben lényegében nincs is olyan sok cukor. Nincs, nem édes. Na, így picit megkoronázzuk. Picit íszítéssel. Milyen magas lett, lássátok-e? Na. Milyen gyönyörű. És tényleg nem sok alapanyag van benne. Ugye, ha az egészet megcsinálom, akkor tényleg jöhet egy nagy tepsi. Hát akkor tényleg a nagy kellett. Mert tényleg ez... Jó, hogy kezd se kicsi azért. Hát nem, de most ha a víz mennyiségét nézed. Na, egy picit kihűtöm. Kitegyük az erkélyre, vagy nem? Jó, azért. Na most a levessel annyi történt, na, tényleg, hogy ez puha a hús. Annyit tettem, hogy ebbe benne van most a krumpi. Ja, vágtál bele krumpit. Ebben már minden puha. Most raktam bele babérlevelet. És akkor fogok beletenni erőset, mert nagyon szeressük. Igen. És akkor babérlevél van benne, más egyéb fűszér nincs. Itt a tejföl, fogok csinálni egy, ez egy fél literes tejföl, fogok csinálni egy habarást. Én ebbe fogok tenni egy evőkanál disztet. És akkor ezt mutatom is. Na, úgyhogy tényleg készítsétek el ezt a kis sütikét. Egyszerű. Na, körülbelül ennyi disztet fogok tenni. És akkor én ezt habverővel, nagyon szép, ilyen sálagúra kikeverem, ne legyen csomós, így. Na már így, és akkor innentől kezdve az a lépés, hogy ugye csinálunk egy hő. Hát csak szétkeverem még egy hő kiegyenlítést. Ezt azért fontos, mert hogyha így menne hidegen bele a tej föl, akkor ugye a meleg összekapná. Na, csak ennyit. És akkor ezt szépen, ezt is szépen így kikeverjük. Ugye a meleg fogja így ezt a csomókat szétoldani. Így. De egyébként ez már vissza is mehet, mert minden puha benne, már lényegében csak annyi van hátra, hogy a krumpi megfőjön. Picit lejjebb veszem, már sokra tettem most. Na, azt a mindenit, most kivégeztem magam is. Ja, jó, nem baj. Hát ez jó sok levesnek van. De jól néz ki. Hát most egyet tányérral megeszünk, érted is. Ott van, hogy háromnegyedig van. Na, és akkor holnap csinálok valami kis, nem tudom, valami tésztát mellé, de lehet, hogy semmit. Ez így is nagyon jó. Na, és akkor hagyjuk, hogy ez jó kiforjon, meg ugye megfőjön a krumpli. És akkor jövök egy kicsit a sütikéhez. Ezt így, még várunk, hát igen, hogy végig fogom ezt így, hogy négy. Még pár percre toljuk hát az erkélyre, nem? Igen. Uh-huh. Jó van, gyerekek, ezt még pár percig kitesszük az erkélyre, kicsit hűljön, aztán tényleg fölvágjuk.
meglássuk. Aztán jövök a tálalással, de ilyen... Picit zsíros lettem, de nem baj. Előferdül az. Na jó, gyerekek. Na, visszatértünk. Kihűlt? Valamennyire kihűlt, hát nem teljesen. De azért úgy érzem, hogy egy kicsit az állagán. Hát egy jó nagy szereteket, hogy ne együnk kettőt. De simán meg lehet belőle inni kettőt. Nem szabad kettőt. Na, és akkor tálalom a leveskét közben. Most ehhez nézek valami lapátot, amit könnyen ki tudom ugye szedni, mert az első az mindig nehéz. Hát igen, nem férsz hozzá, ugye? De hát megpróbálok ügyes lenni. Ez nem olyan szép. Nem baj, ezt majd betolod. Hogy nem. Ez már szép. Hozom a tányért. Na, lássátok-e? Ez gyönyörű. Igen. Szép vastag, krémes. És akkor én jövök. Már a mamadól megszoktátok, hogy én nagyon szeretem ezt a végét, ami nagyon pincsi, roppanós, egy kóstolás. De jó, tényleg mondom. Na, szedj ki levest, tessük meg azt, és akkor hát a tálalásról majd a képet szerintem úgyis. Na. Fogják látni a kis csoportban. Fogunk tálalni, most ilyen a leves. Ez iszonyatosan fincsi. Majd erős paprikát fogok beletenni. Mert úgy a jó, hogyha picit ugye csipős. Bőven bab, krumpli. Van benne oldalas. Itt van az oldalas. Sok lesz. És akkor egy pici szint is adunk rá. Így. Na. Kis tejfölt még, aki szeretne pluszba tehet. Ilyen a mai ebédünk. És szoktam én, ugye mondtam, hogy egy ilyen gyümölcs szószt lehet egy picit főzni cukorral, de nekem nincs itthon. Nekem ez fahéjas házi baracklekvár, ilyen dzsem, ilyen nagy sárga, barack darabok vannak benne. Én ebből így fogok tenni hozzá. Ez egy picit megdobja, még vízbe is. Ki hogy szereti, azt szerintem. Na, és akkor a mai étel. Így néz ki. Egyszerű és nagyszerű szerintem. Na. Úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltátok. Nagyon szépen köszönöm, aki meg fogja nézni ezt a receptet, és készítsétek el. Lájkot kérünk szépen, ha tetszett a videó. Igen. Iratkozzatok fel a Mami csatornájára. Mindenkit a Mami konyhájából. Legközelebb, legközelebb jövő csütörtökön. Hát nem tudom még mivel, de szerintem meglepi lesz, már úgy halványan már. Hát még ezt én sem főztem, de gyereknek nagyon sokat tettünk ilyet, és azért megpróbálom nektek is bemutatni, hogy azért, hogy miket tettünk gyereknek. Ja, roppant egyszerű, ennek is van egy változata, amit én már úgy kiterveztem, hogy másképpen, mert ugye akkor nagyon szegénység volt, és annyira nem tettek bele új dolgokat. Én azért pluszba meg fogom egy picit koronázni ezzel-azzal. Na, lepcsánkával is fogok jönni, ahogy én csinálom, azt is
Én nem így készítem, ahogy több száz ember. Én itt is egy picit változtatok rajta, de mutatni fogom. Szép napot kívánok mindenkinek. Szép napotok, gyerekek, úgyhogy na, puszi nektek, sziasztok! Na.